Ketten súlyosan megsérültek, amikor autók ütköztek, majd égni kezdtek az M0-ás autóúton. A baleset a Fóti lehajtónál történt délelőtt, a két kocsi a felismerhetetlenségig kiégett. A balesetről több videófelvétel is készült, azonnal mutatjuk a megdöbbentő képeket. Órákra le kellett zárni az M0-ás körgyűrű egy szakaszát, nagy volt a torlódás a környéken. Méteres lángokkal égett a két kocsi az M0-ás autóút Fóti lehajtójánál. A szörnyű balesetről több videófelvétel is készült. A fekete füstoszlopot még kilométerekkel arrébb is látni lehetett. A Megyeri híd felé vezető oldalon azonnal megállt a forgalom, a tűzoltók néhány percen belül megérkeztek. A tűzoltók kiérkezésekor mindkét autó teljes terjedelmében égett, két vízsugárral fékezték meg a tüzet a kollégák, majd hűtötték vissza a járműveket. A műszaki mentés tűzoltás idejére az M0-ás érintett útszakaszát le kellett zárni. A két kocsi előbb összeütközött, aztán váratlanul lángolni kezdett. Az autóban utazók időben ki tudtak menekülni a roncsokból, de súlyosan megsérültek, kórházba kellett vinni őket. A helyszínre érkező mentők két sérültet találtak, egy 60 év körüli férfit, aki mellkasát, hátát fájlalta, felmerült a gerincsérülés, illetve mellkasi bordasérülés lehetősége is, valamint több helyen is kisebb égési sérüléseket szenvedett. A másik sérült egy 30 év körüli férfi volt, aki szintén enyhébb égési sérülések miatt szorult ellátásra. A baleset miatt az M0-ás autóút több kilométer hosszan órákig zárva volt, hatalmas volt a torlódás a környéken. Az útzárat végül még a délutáni csúcs előtt 13:30-kor oldották fel. A tűz miatt megrongálódott az út felső rétege, de a közútkezelő szerint biztonságosan használható. Közleményük szerint a keletkezett hibákat a következő napokban javítják majd ki.